Az ágazat minden esztendőben több millió forintot fordít mezőgazdasági vadkára. A költségeket a nagyvad létszámának csökkentésével tudják mérsékelni. A hatóságok a 2023-2024-es évben több mint 9000 példány kilövését engedélyezték, ennek egyharmada gimbika. A szakemberek már felkészültek a nimródok fogadására. A hivatásos állománynak az elmúlt másfél-két hétben az a feladata, illetve az a, az a munkája, hogy ezeknek a gimszarvasoknak a mozgását, beállását figyeljék, illetve megjegyezzék azt, hogy egy adott területen milyen minőségű, milyen fajsúlyú bikánk jelentek meg azok mennyire tartják a helyüket, mennyire biztonságosan lehet úgy megközelíteni őket, hogy a vendégvadász oda tudják vinni, és hát sikeresen terítékre tudják hozni a kívánt trófeát. A kapitális egyedek nagy részét külföldi bérvadászok ejtették el. Ők tavaly mintegy 3000 engedélyt váltottak kizalában. Várhatóan idén is nagy számmal érkeznek a vadászterületekre. Tradicionálisan német nyelvterületek, amik dominálnak Magyarországon, tehát 80% körül német nyelvterület, Svájc, Benelux államok, Ausztria. Németország. Az elmúlt időszakban egyébként Szlovákiából, felvidékről is egyre nagyobb vendégvadászt tudunk fogadni, ami ugyanúgy vadászati engedélyt kell, hogy kiváltson, ha nincs neki magyar vadászjegye. Zalavár megye egyharmadát vadban gazdag erdők borítják. A tájegység vadászati és gasztronómiai hagyományait, illetve természeti kincseit, gombát, mézet, erdei gyümölcsöt, valamint a zalai pálinkát és borokat szeptember 8-a és 10-e között a vadpörkölt és borfesztiválon mutatják be a közönségnek